Tiszta tavon, amikor az utolsó napjai voltak még a harcsa horgászati lehetőségének, együtt horgáztunk, és ő egyrésztről a tél volt, mert hideg volt, mert fáztunk. Úgyhogy akkor ő még kutyogatott mellette, miközben én dobáltam, illetve hát megkerestem az összes nem létező tiszai akadót. Úgyhogy ő fogott kutyogatva harcsát abban a nagy hidegbe, és egészen érdekesen horgászott, ami annak idején, amikor én ragadozó halra tanultam horgászni, ugye a kutyogatást akkor én is megtanultam, de számos olyan dolgot csinált, amitől én eddig nem is hallottam, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, erre ott beszélgetésben egyettünk, sokat tanultam, és arra kértem, hogy legyen kedves, és jöjjön el, és ezt mutassa meg itt is a horgáson, tehát részben ötvözete a pergetésnek, egy ősi-ősi magyar módszer alkalmazásával, úgyhogy azért beszélek ilyen lassan, mert várom, hogy jöjjenek az emberek, de nem tudom, hogy látod-e egyes szám elsőben, egyes szám, hogy van ez? Egyes szám második személyben mondanám azt, hogy gyere, de várjunk még egy kicsikét, hogy hátha lesz taps is hozzád, érted? A jó, a vett tapsolók nem számítanak, tehát az semmit nem számít, tehát itt olyat ne is kínálj neki, tehát meg se próbáld, tehát a szonda van nálam, tehát belefúj, érted, elszíneződik, úszni fog. Vagy akkor hagyjatok neki, szeretnétek, hogy ússzon? Bedobom, nem probléma, tehát jövök neki ennyivel a mai napért cserébe, úgyhogy úszni fog, hogyha arról van szó. Tehát a Nedró Györgyről van szó, és ugyan megígértem neki a horgás elején, hogy nem fogom szívni a vérét, de az is jár neki ma. Úgyhogy azon kívül, hogy pergető horgász, szerintem pergetve a legtöbb busát fogja ebben az országban. Süllőzni megy busát fog, harcsázni megy busát fog. Közben ekkorka szecska süllőket posztol, hogy Betli mentő halak, ilyesmi. TV-műsorban szerepel, busát fog. Tehát busa és kutyogató horgász. Tehát jöjjenek, mert márpedig viszont az, amit ő itt most mondani fog, az tényleg nagyon érdekes, tényleg nagyon jó. És higgyék el, hogyha kipróbálják, akkor és harcsára is horgásznak, akkor sokkal eredményesebbé válnak általa. Úgyhogy Gyuri, gyere ide föl, mert úgy gondolták itt sokan, hogy csak ennyien kíváncsiak rá, de reméljük, hogy azért még vissza fognak jönni ide az emberek. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözöllek itt ismételten a mai nap folyamán. Köszönöm, sziasztok, köszönöm a kívást. Gyuri, essünk is bele a lecsóba teljes mértékben, és nézzük meg azt, hogy akkor mi az, amivel itt készültél, illetve mi az, amit meg szeretnénk mutatni a látogatóknak? Essünk. Köszöntök mindenkit, aki itt van a medencénél. Tudjátok rólam biztos többen, hogy én általában pergetek és pergető horgászattal foglalkozom, tesztelek különböző csalikat, botokat és egyéb dolgokat, de nagy szerelmem nekem a harcsázás. Én 19 éves koromban, ami már nagyon-nagyon sajnos nagyon régen volt, akkor szerelmesedtem bele a harcsahorgászatba. Azóta kutyogatok és különböző módszerekkel próbálom megfogni magát a harcsát. De azt mondom nekem most őszintén, én 19 éves koromban én teljesen el voltam hajolva a horgászattól. Tehát mi volt az a szerelmi trauma, ami mentén éppen nem a lányokat kergetett, hanem akkor azt mondta, hogy akkor és horgászunk mégis megint. Hát ez nekem azért volt egyszerű, mert 17 évesen megismertem a mostani feleségem, én azt letudtam, és onnan tudtam horgászni, tehát tudod, ezzel már rendben voltam. Nagyon jó, ez nekem tetszik legalább annyira, mint az, hogy akkor a Csili Peti az imádkozni jár, érted, kántorként a templomba, hogy nagy süllőt fogjon. Még hogy normális emberek gyűlnek ide össze a vízpartra. Legközelebb, nem leszek legközelebb, de még holnapra azért, holnap délután még azért, vagy holnap reggeli kezdés előtt én mindenkivel le fogom iratni, vagy utána nézek az önéletrajzába, hogy mik lehetőek fel ilyen rejtett, ilyen kis bombaként, amivel itt az embereket lehet paprikázni. Na nézd már a srácra, úgy néz ki, mint egy temetkezési vállalkozó, érted? A szerencse száma a 13-as, és akkor kiderül, érted, hogy templomba kántor, érted? Akkor, amikor a tesója 14 kántorként. 17 évesen nem ismerte meg a feleségét, bár azt képzeld el, nem voltál még itt, szívom a véred, de elmondta a Peti azt, hogy azt mondta volt párjának, hogy ha 10 kiló fölötti süllőt fog, akkor eljegyzi. Így történt, tehát a csaj annyira megijedt, érted, hogy lelépett, érted, a tokkavonóba. Legyünk már mocskok. Hát ezért nem fogja 10 kiló plusz a süllőt. És várja, live streamingbe megy? Nem, komolyan, ez nem ment. Peti,
Holnap úgy csináljuk, hogy ezeket kimenjen. Holnap el kell mondanod, érted azt, hogy akkor itt történt, érted, hogy adjunk a lánynak, érted, egy picike kis dobást, hogy akkor rögzítve lesz. Persze, hogy... Figyelj, egy életre. De neked érted, szerintem, mire hazérsz baján, érted, lesz egy ilyen 2 méterszer 50 x 1,5 méteres, érted, egy nyílásom, hogy függőlegesen helyeznek bele. Hajítanak rád egy kis földet, majd utána érted virágokkal fejezik ki hálájukat, érted az emberek annak, hogy távoztál, érted az élők sorából. Én is nyugodtabb leszek, mert visszamehetek azokra a helyekre, amiket megmutattam neked süllőzni, érted, hogy hova kell menni, mert tudom, hogy ott lesznek, nem lesz hiány. Téged lezártunk, és akkor most jöhet Gyuri megint. Tehát, de 17 évesen azon szerencsés voltál, tehát megismerted a életed szerelmét, igen, és úgy maradtál. Igen, 17 évesen, úgy maradtam. Igen, viszont 19 évesen már tudtam kutyogatni, mert tudtam, hogy otthon már van egy asszony. Tudod, nem kellett már itt keresgélni a lányokat, úgyhogy azóta kutyogatok, és nagyon szeretek harcsázni. Mindig is az szívem csücske a harcsázás. Általában én nyáron, a nyári időszakot legtöbbször harcsázással töltöm. Ez április a kedvenc hónapom, és majd szeptember, október, novembertől jön megint, amikor te is majd jössz, remélem hozzám megint sokat. Tehát szeptember, október, novembertől jön a kutyogató szezon megint. Szeptembertől novemberig, igen. Na most, amit én készen vagyok, tehát elég közel lakok a vízhez. Egyszerűen most egy picit arrébb költöztünk, de vannak ilyenek, tehát én sosem laktam 1 kilométerre egy nagyobb távolságra a Dunapartól. Tehát most az előző lakások eljutottam odáig, hogy 60 méter volt közte meg a víz között. Tehát egy garázssor gátolt meg abba, hogy akkor minden reggel lesz ladjak pecázni. De rossz neked. Most egy kicsit arrébb költöztünk, de egyszer csak lent fogok lakni a vízparton vagy a vízen. De ami engem zavar ebben az egész történetben, az az, hogy a nyári időszakban ott nincsen olyan napszak vagy olyan pillanat, amikor valaki ne ütné vadmódon a vizet. Tehát annyira össze van verve a víz, hogy rendesen kék és zöld. Úgyhogy nincsen velem mit tenni, tehát te meg azt mondod, hogy akkor a szeptemberben és csapódsz vissza. Akkor nálunk már nyugalom van, de örülök neki, hogy nem egy helyen lakunk, mert akkor te valamelyik novemberig ütöd a vizet. Most felelőtlen senki, nyáron is jó kutyogatni, sőt lehet kutyogatni, meg abszolút rendben van a kutyogatás nyáron is. Csak nyáron én Tiszaföldön horgásztam, a Tisza tó tiszai, élő tiszai szakaszán, ott nem lehet egyszerűen, ott annyi a jakt, a vízisi, az őrültek, egyszerűen fölösleges vízre venni. Viszont tavaly meghívást kaptam Aligára, a Balatonra, és 4 óra alatt 12 darab harcsát fogtunk, ugye ez most nekem nagyon pozitív, hogy ott nincsenek nagy hullámok, mármint a jaktoktól, amúgy vannak, de hogyha nincsen piros jelzés, akkor egy fantasztikusat lehet horgászni, kutyogatni a Balatonon is, mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan. Hát figyelj, ez a mindjárt legyen most. Legyen most. Háromféle módszert szeretnék bemutatni itt a kutyogatás előtt, amivel érdemes megpróbálkozni. Ugye, mindenkinek szíve álma Sybil Fletcher, amit ismerünk, és tudjuk, hogy egy fantasztikus csali. Viszont úgy gondolom, én legalábbis, hogy a Sybil Fletchernek az ideje lassan lejár. Ha valamit nem újít rajta Mr. Sybil, akkor az lassan nem lesz már fogós. Hát már pedig ő nem fog újítani, lévén azt, hogy akkor a brandjét ugye eladta, utána a céget, amit vezetett onnan, felbontották fel a szerződését, és most ugye elég jól viszonyom az öreggel. És most éppenséggel annyira unalmas lett az élet, hogy megint csalikat fog gyártani, viszont teljes egészében a tengeri horgászat kiszolgálására indult el, és az első tofóterei azok szerintem a jövő szezonban legkésőbb már a horgászboltokban lesznek valamilyen várjuk. Néven. Úgyhogy hát nézd, akkor úgy kell majd pecázni majd harcsára, hogyha Sybil termékekkel szeretném, mint hogyha tonharra horgásznánk, úgyhogy ez majd jó kihívás jelent majd. Abszolút. De nézzük meg azt, hogyha megtanulták a Sybil nevű woblert, a harcsákat, Tiszán meg minden élő vízünkön, akkor mivel tudjuk helyettesíteni ezt? Mik lehetnek még? Két dolgot szeretnék bemutatni a kutyogatáson kívül, amivel több mint 10 darab harcsát fogtam mind a két-két módszerrel. Ezek a harcsák azért nyilván ilyen 8-10 pluszosak, alatta nem nagyon nevezzük harcsának a harcsát, az csak harcsáska. Először is van egy gumihalas módszer, teljesen egyszerű, egy dropshotos gumihal, villásfarkú hatalmas gumihal, semmi extrát nem kell vele csinálni, leengedem a fenékre, és meghúzom egy 20 centet, és csak ennyit mozgatok rajta. Csurgok, megmozgatom 3-4-szer, és visszarakom a fenékre. Nyilván csurgok közben, megyek, megint felemelem, megint megmozgatom, és igazából csurgok tovább. A kapás általában akkor van, amikor én megtartom erősen. Érdemes a botot mindig betenni ide a hónunk alá, mert ha ütés van, ha itt tartom, kicsavarja a harcsa.
Általában nagy ütések vannak, tehát nem egy ilyen pici kis koppintásra kell számolni, hanem egy hatalmas nagy ütésre kell számolni, ami már egy félig bevágás is, mert maga a harcsa bevág magának, persze be kell vágni még, erről mindjárt fogok beszélni. Na most azt hadd kérdezzem itt körül, hogy akkor emelgetett fölfelé ugye a csalit, tehát milyen gyorsan emelgetett, tehát a sebesség, tehát ugye folyik X-el a víz, tehát milyen gyakran ejted le, vagy milyen gyakran emelgetsz bele ebbe a csaliba, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert nagyon nehéz eltalálni a harcsának a fejét, hogy rákoppantsa az ember, ugye ezt a csalit, amivel eléri azt, hogy akkor ideges lesz a harcsa, és akkor utána, amikor megtartod, akkor utána nyúl, mert én ezt így tudom elképzelni, hogy ezért veszi le, mert fejbe vered, érted, te is visszanézel, valaki lecsűretjed, nem? Tehát, úgyhogy, ha nem így, akkor nem ez az oka, akkor mi lehet az oka annak, hogy milyen sűrűn emelgeted ezt a csalit fel? Körülbelül 8-10-szer megemelem, és 8-10-szer így megmozgatom, amit most látjátok, és utána teszem vissza. Na most ez egy tiszai horgászatról szól, a tisza, ha normálisan, ha nem árad, ha rendesen folyik, akkor olyan 2-3 km per órás sebességgel folyik, tehát nagyon-nagyon lassan. Ez az a jó, minél lassabb a víz, annál jobb ez nekünk. Nem szeretjük azt, mikor gyors a víz, mondjuk ott a harcsa, mint a csuka, fölemelem, és már átcsúrod fölött a csali, itt teszem le, esélye nincs a harcsának arra, hogy elkapja. Tehát igazából egy lassú folyásnál, hogyha most így vezetem, akkor ezt körülbelül így képzeljétek el, így fog mozogni a csali, és aztán visszateszem, lekoppintom. Jó? Ezt a módszert, ha már tesztelés, ezt a módszert, én mindegyiket ugye, mindegyiket, az egész harcsázást X-Zoga felszereléssel művelem, nyilván azt tesztelem, annak vagyok a teszthorgásza. Ezt a módszert egy Shitenno 100 g-os bottal szoktam végezni. Odaadom neked, mint látod. De mondja tovább a dolgot, mert majd akkor, amikor itt aha, hogy már szedegeted össze. Jó, nagyon sokáig, és most nem nagyon zavar az, hogyha itt most elküldenek a francba. Jó, tehát tényleg, tehát én mindig azt mondom, ami van, tehát itt nincsen kecmec, tehát szeretnek, nem szeretnek, tehát induljunk ki abból, hogy én alaphelyzetben nem vagyok jó egyetlen egy kereskedővel sem. Ezt nem azért mondom, hogy én is kereskedek horgászfelszerelésekkel, hanem azért mondom, mert megtanultam annak idején, amikor először nyúltam ehhez a szakmához, ugye a kereskedelmi részéhez, hogy a horgásznak két ellensége van, az egyik a horgászcikk importőr, a másik a horgászcikk kereskedő, tehát a kiskereskedők, tehát ők nem a horgászok barátja, ne elrigassák magukat ebbe, tehát ők saját maguk barátjuk és a pénztárcájuknak a barátja, tehát teljesen normális gazdasági vállalkozás, még akkor is, hogyha nagy lendülettel megyünk be a horgászboltosunkhoz, akit nagyon szeretünk, mert tényleg jó csalikat is tud ajánlani. De semmi gond nincs ezzel, mindenkinek valamiből kenyeret kell adni. Hát ő azt találta ki, hogy ő majd horgászik eladásból fogja a kenyeret az asztalra tenni. Tehát és bemegy az ember, mindig megpróbálják azt, hogy ez a legjobb, ezt vedd meg. Hát persze, mert az van ott a boltban. Úgyhogy ezzel semmi gond nincsen. Viszont amire vissza akarok így csatolni, az, hogy a pergető botoknál is, tehát elterjedt egy olyan dolog, hogy akkor az X-Zogák azok pergető botok. Na most az a helyzet, hogy az X-Zoga járt pergető botokat, de alapállásban ezeket a horgászbotokat, tehát az egész brandet nem erre építették fel. Ezt az a brandet tengeri horgászathoz találták ki, van, és amilyen technikákhoz valóban nagyon jók ezek a pecabotok, az pont az, amit a Gyuri megfogalmazott, ugyanis ezeknek egy jelentős részét, és a világban lévő horgászatnak, tehát az összes horgásznak, aki van a világban, körülbelül, tehát mi édesvizeken horgászunk. Tehát nagyjából 20%-a a világ horgászainak az az édesvízi horgász, a 80 az tengeri közegben horgászik. Erre tudnék számítani dolgot, hogy nem ez a lényeg most, hanem az, hogy ezeket a botokat egy olyan fajta pecához találták ki, ami ugye dzsigelésnek hívnak, vagy vertikális horgászatnak hívnak, teljesen függőlegesen tartott horgászbotokkal horgásznak, és úgy, ahogy a Gyuri mutatta, és hogyha látják, hogy megnézik az X-Zogas tannal a horgászbotokat, mindegyiknek piszok hosszú a nyele. Ez nem azért van, hogy nagyon tudjanak belekapaszkodni és eldobják, hanem azért van, mert ezeket a horgászatokat úgy végzik, hogy leengedik nagy mélységekbe ugye ezeket a csalikat, és iszonyatosan, tehát akkorákat küldnek, menj onnan, ha megakasztottam? Meg. Rossz hatással vagy rám. Barátom! A bot az bírja, Zoli, nyugi. Nézd már! Jaj, de ügyes voltál, köszönöm szépen, hogy elengedted. Az a helyzet, hogy nem fogtam pontyot szerintem 15 éve. Na jó, nem igaz, mert fogtam
fogtam ilyen 8 kiló körüli tükröst, vagy nem is tükröst, hanem ilyen szép pikkelyest a gumival. Én 15-ös fogtam tavaly, tudod, az IPCC döntőjén szücsén. Na mindegy, amit mutatni akartam, csak elvitt a halat, a sót. Az, hogy valóban tehát leengedik, nagyon nagy mélységekben leengedik a csalikat, és ilyen brutálisan ekkorákat ütnek vele, nem fog eltörni, mert ez bírja viszont a blabba, ne foglalkozni. Ha eltörik, bírja, akkor persze. Meg kicserélik itt helyben. Ilyen 2-3 métereket csapnak bele, és valóban a hónaljuk alatt van ez a cucc. Igen. Ilyen borzasztó nagy orsokat használnak, tehát ilyen 10-16 ezres méretű spinning orsokat használnak hozzá, vagy multiba is olyan zsinórkapacitásokat, amik már eleve az egész ház, tehát ilyen 500-600 grammos orsokkal, tehát hatalmasokat, és ilyen aktívan így belepumpálnak 3-4-et, és utána hagyják a 200-300 grammos csalikat visszaesni fenékre. És ugye az van, hogy az X-ogánál is ugye megvan az, hogy akkor milyen a súlya, milyen súly tud ezzel emelni a maga a blank, tehát nem dobósúlyt állapítanak meg, vagy határoznak meg, hanem az, hogy akkor milyen a terhelhetősége ennek a horgászbotnak. Utána, amikor ezt így megüti a hal, és abból indulják ki, hogy a tengereken viszonylag kevés az akadó. Tehát így nincsen. A tonhal például azért nem növeszt pikkelyt, mert nincs ideje megnőni. Tehát nincs ideje pikkelyt növeszteni, annyira gyorsan kell nőnie, mert ugye egyetlen lehetőségük van, menekülnek a ragadozó halak elől. Úgyhogy ezért piszok gyorsak a tengeri halak. Tehát így kell, hogy egy 2 kilós tengeri sügér, amire nagyon nagy a kultúrája ugye ennek a horgászatának, az akkorát meccs, hogy az ember azt hiszi, hogy ilyen 15 kilós halba nyúlt bele. Vagy például a német területeken kora tavasszal ugye a tengeri pisztrángok horgászata, ez amikor a 1 kilós pisztrángok úgy kezdik a elrohanást, hogy egy ilyen 80-100 métert egy szutyok fél kilós hal úgy viszi el a pecabotról a zsinort, hogy az ember így áll és kapaszkodik, és nem tudja, hogy mi történik. És drukkol azon, hogy akkora fényképem lesz, és Jézus Márián végre lesz egy 1000 lájkom, és akkor kiszed egy olyan nyiszlet kis szutykot, amit nem lenne érdemes megpucolni se egy rendes reggelihez. Úgyhogy rettenetesen erősek alak. Szóval amikor ezekkel a dzsiggelős módszerekkel azok a halak, amikre erre horgásznak, azok megindulnak, ott nincsen kecmec, és ezek a halak általában nem előrefelé indulnak el, hanem lefelé. És akkor gyakran az van, hogy ugye be van támasztva a hónuk alá a horgászból, tehát nem ezek az előre helyezett, mint egy GT-re dobálunk meg a topfóter csalikra, hogy ilyen fárasztó övet használnak hozzájuk, hanem ugye benn van a hónuk alatt a pecabot, és le van feküdve teljesen ugye a bot, gyakorlatilag nyéltől lefelé áll a bot, mert viszi lefelé a hal a zsinort is, meg minden, és ezeket kell onnan arról a helyről felemelgetni, és nézzenek meg egy-két ilyen jigging, bármi beírják a YouTube-nak a keresőjébe, hogy jigging, nézzenek meg egy-két videót, az emberek ott fekszenek, tényleg így be van olvadva a horgászbot így a hajók alá, és onnan próbálják visszaszedni. Tehát ezekre a módszerekre fejlesztették ki ezeket a horgászbotokat, és akkor, amikor itt divatba jött a vertikális horgászat, illetve a sleppelés, akkor viszont valóban értelmezetten nyert teret az X-Zoga és az X-Zoga termékek, mert abszolút megfelelnek ezekhez a módszerekhez, illetve majd az akasztásnál ugyanúgy visszatérünk majd rá, hogy miért van például jelentősége annak, hogy ilyen botokkal lehessen horgászni. Úgyhogy ne abból induljak, hogy most elmenek és vesznek egy Franco X-Zoga botot pergetéshez, mert az a kínálat az a szűkösebb, de hogyha vertikális horgászatban vagy nagyhalas horgászatban gondolkoznak, akkor viszont azt mondom, hogy vásárolják ezeket a terméket bizalommal, mert valóban arról szólnak, hogy nem fognak eltörni, minden terhelés bírni fognak a felszerelések. Köszönjük szépen, Zoli, ez szép volt. Hát nézd, ilyen barátok közel 100-150 ezer forint lesz, leszámlázom, utána aztán készen van, hogy Pászmándi úr meg majd köpköd erősen, hogy mire föl, de hát ezek a tények. Jó, akkor én megyek tovább, ugye a villásfarkó gumihalat félretéve, amivel szintén nagyon sok harcsát fogtam tavaly, az a Sebil vibrátó csalinak, most már a másolata. Nem azért másolata, mert hogy lemásoltuk és olcsóbb és le kellett másolni, azért másoltuk le, mert sajnos megszűnt a gyártása a vibrátónak, nem lehet kapni. Eleve nem lehet kapni Magyarországon, csak az Undertime-nál, mert nehéz volt beszerezni, de most már az is megszűnt. Viszont megjelent a vibrátóknak az Undertime-os változata, ZT VibroCut, az lett a neve, 10 féle színbe. Úgy gondolom a színek fantasztikusak, meg fogjátok őket látni, ha bementek a standra. Olcsóbb is, mint az eredeti Sebil vibrátó, és úgy gondolom, hogy mozgásban pedig ugyanazt tudja, mint a másik. Na most
ezzel a csalival nem az van, mint a Fletcheddel. Ugye a Fletcheddel azt csinálta mindenki, hogy jó erősen megrátotta, aztán szépen engedte vissza. Megint megrátottunk a györöt, engedtük vissza, és kapás mindig akkor volt, amikor lefele engedtük a Fletchedet, akkor volt egy ütés. Na most a vibrátóval nem kell rángatni, nem is illik rángatózni vele, megemelem a feléktől egy 20-30 centire, és ennyit csinálok vele csupán. Megmozgatom, ha csak éppen annyit mozog, mint egy sérült hal, aki vergődik a vízbe. Ugyanúgy mozgatok 8-10-et, mint az előbb mutattam a villásfarkóval, és visszarakom a fenékre. Persze a fenékre csak éppen koppan, és megint megemelem, és megint mozgatom. Ugye szintén a bot bent van a hónom alatt, ha kapás van, muszáj. Innen kicsavarja a hal, nem tudtok bevágni, főleg, hogyha olyan, most nyilván nem 2-3-4 kilós harcsákról beszélünk, de nem is azokra horgászunk. Úgyhogy ez a módszer megint az, amit tudok ajánlani, nem kell rángatni, 20-30-40 centiméter. Tedd vissza egyszerűen, és csináld azt, amit csináltam, mert tegnap sem mondtad, és most is elmaradt. Magában azt, hogy akkor milyen impulzusa van ennek a csajnak, hogyha látják és figyeljék a víz tetejét, tehát egy normál mozgás mentén, tehát utána egyszer csak megmozdul a víz tetején, még akkor is, hogyha nincsen felemelve ugye a csali. Tehát ez az impulzus, ez ugye a víz alatt, tehát ugye hatványozottan a ragadozók számára. Hatalmas. Tehát egy egészen távolról meg tudja mozgatni alatt, abban biztosak lehetnek. Tehát nem is csak az az oldalirányú mozgásra, mert azt mi látjuk. De ugye a halak azokban a mélységekben, ahol ezek a csalik bevetésre kerülnek, ott ők már nem nagyon látnak semmit sem, viszont ez az intenzív hullámok, tehát ezek a lökések, ezek viszont megmozdítják alatt, az biztos. Igen, abszolút. Köszönöm, és akkor olyan a kutyagatás, amiről szerettem volna nektek beszélni. Ahhoz viszont a technikus, oda fog menni a Gyuri, mert onnan kutyagat, és akkor rá tudjátok fordítani igen, tehát úgy kellene csinálni, hogy levesztük ezt a hangfalat, és akkor nem izél be. Meg a másik az, hogy arra szeretnének kérni, hogy valahogy a kamerát úgy megcsináljuk, úgyhogy akkor lehessen látni, hogy akkor mit csinál. Persze, lemegyek oldalra. Kérdez még egy kis helyet? Köszönöm szépen, és kellene egy segítség, aki már megfogja a botomat. Köszönöm szépen. Azt a módszert szeretném nektek bemutatni, Osztolhatjál vele, Peti. Komolyan, tehát bár eleve milyen lenne az, hogy akkor Gyuri így elkezdeni, hogy beatboxolna hozzá, hogy ilyen a hangja, puty. Neked meg lenne 3 rendes kutyogatófát, érted, baján tudok 5 embert mondani, érted, aki licitálna rájuk, hogy akkor mennyit adnak érte, úgyhogy így legalább áll egy rendes üzleti modell, érted. Azt a módszert szeretném bemutatni nektek, amivel tavaly a társammal és versenytársammal, barátommal, Csarnai Andrissal megnyertük a harcsafogó versenyt Dinnyésháton. Ez a kutyogatásnak egy ősi, régi módszere, ami el van már sajnos felejtve, pedig abszolút működik, és sokkal jobban működik, mint egy átlagos kutyogatás. Most ezt a polipot csinálok egy kis reklámot a Medcatnek. A polipot gondolom ismeritek, a Medcat Clown Teasert, sokan horgásznak vele. Nagyon sokan annyira használják, csak hogy leengedik és vertikálisan mozgatják, aztán majd egyszer oda csap a harcsa, hogyha akar, vagy nem. Így is lehet vele fogni halat, én nem mondom, hogy nem, mert már hallottunk róla, hogy fogtak, de ennek abszolút nem ez a lényege. Ugye a kutyogatás nálam úgy működik, 2 bottal kutyogatok. Az egyik bot itt van előttem, föltekerem fél méterre a fenéktől, köszönöm szépen. Ezen általában puhatestű csali van, vagy nadály, vagy giliszta, vagy pióca, vagy éppen ami van, kagyló, miben éppen dönik a kagyló, nagyon működik. A másik botom el van tolva kicsit arrébb, az általában 240-es, hogy ne kicsit hiába legyen és ne gubancolódjanak össze. Azon viszont általában élő csali van, ez legyen kárász, keszeg, vagy bármilyen kis hal. Az föl van húzva 3-4-5 méterre a fenéktől. 2 dolog miatt húzom föl, egyrészt, hogy lusta vagyok állígatni mindig a fenékhez, ugye mindig állígatni kell, ahogy a fenék súlyodés emelkedik. A másik pedig az, hogy nem is általában kis halér, a harcsa följön, tehát ott nem kell hozzá viszonyítanom a fenékhez ezt a csalit. A kis halas módszeren, hogyha kishallal horgáztok, mindenképpen ajánlom nektek, hogy ahogy leengeditek a kishallat és beleítjátok X mélységbe, legyen vagy egy olyan orsótok,
amely, hogy hívják, az harci fékes, ugye? Ami így hirtelen meghúzom, és van itt egy harci fék, nyeletőfékes, van egy nyeletőfékes, harci fékes, vagy pedig, hogyha nem megy, akkor hogy leteszem a csónakba, meg szoktam húzni a zsinort, hagyok egy ilyen kis zászlót, és alá rakok egy szivacsot. Ezen a szivacson megáll nekem a zsinórom, és ez itt fog nekem lógni. Ez két dolog miatt kell. Először is azért kell, mert a harcs, amikor kisharra kap rá, tehát mikor élő csajra, a kárászra kisharra kap rá, a kapás úgy jelentkezik be, hogy hatalmas ütés van a botomon. Ennyit fogok érezni. Na most ilyenkor, hogyha nincs meg ez a zászló, lehet, hogy ott hagyja a hal, mert megszúrja a száját és elmegy. Lehet, hogy nem, viszont ha nem, akkor lehet, hogy elviszi a botomat. Tehát beugrik a vízbe, és már repül is. Nekem már kettő, nevethetek, kettő harcsász felszerelésem van a Tiszába, mind a kettőt a saját hibámból vitte el a harcsa. A kapás megoldottam általában olyan, hogy van egy ütés, utána megáll, mint hogyha nem is történne semmi, elszámolsz háromig, és onnastól lecsavarja a botot. Ez igazából oda megy a harcsa, rászív, beszívja magát a kárászt, és utána megindul az egész testével, az egész erejével megindul lefele. Na most olyankor, ha nincs a kézbe a bot, tehát nem is biztos az ütésnél, de ha már megindul a harcsa a halommal, ha nincs a kézbe a bot, akkor 90%-os valószínűséggel el fogja vinni a felszereléseteket, tehát azt a botot, az a bot sajnos nem lesz meg soha többet, én adottam jártam itt sajnos én is kétszer. A másik botom, mint mondottam, itt van mellettem, ez a hagyományos útyogatás, ami be van állítva a feléktől, köszönöm, be van állítva a feléktől egy 30 centire, szépen lóg a, ezt felével, szépen lóg a csalim, és akkor szépen megyek és ütök egy párat. Én általában szeretem, hogyha egy kettőt szól a útyogatóm, és szeretek egy hangosabb és egy élesebbet, és egy mélyebbet ütni. Hogy ez jó, nem jó, ez az én kis bibim, tudjátok, mint a fekete macska átmegy előttünk, ez is ilyen szokás nálam, én ebben hiszek. Na most ilyenkor, ha jön a harcsa, leüti, nem üti, általában a kapás úgy van, hogy megüti egyszer, és talán szépen elkezdik bolintani lefele a bot. Olyankor már kézbe veszem, én mindig utána szoktam engedni, fölállok nyilván, utána engedem, leengedem víz alá, és amikorát csak tudok, beütök. Andrissal szoktuk mondani, ha nem jön ki a spicca víz alól, akkor az biztos, hogy 20 pluszos, tehát az már nagy harcsa, aki jön a vízből, akkor nyilván kisebb. Na most egy új dolgot szeretnék bemutatni, mint már elég régen hangoztatom. Ez a másik kutyogatot, köszönöm. És kutyogat. Kutyogat és közben így mozgatja ugye kézzel a csalit. Na most kettő dolog, így ülök a csónakba. Ez így nem tudom, hogy mennyire ez a póz. Ilyet meddig bírom, tehát nyilván ez sokáig nem lesz jó. A másik kérdésem, hogy fogok bevágni neki erősebb? Tehát nem fog tudni bevágni a halnak erősebb. Ezért fejlesztettem ki ezt az S alapú fával lévő kutyogatást. Köszönöm szépen. Köszönöm. A lényeg, hogy leengedem teljesen a fenékre a csalit, hagyok egy ilyen jó nagy zászlót, meg szoktam emelni, és a botomat leteszem a csónakba. Ez ott áll. Ugye látjátok, jó sok zsinórom van. Csak kesztyűben. Nagyon fontos, hogy ezt kesztyű nélkül szigorúan tilos csinálni. Kesztyűben. Átrakom ide a kutyogatón, nem csúszik le, ezért nem jó az egyenes fa, egyenes fáról ugye lecsúszik, innen nem csúszik le a maga a zsinór. Ráfogok, nekem itt középen a, ott jön ki a zsinór, itt ráfogok a kesztyűbe, és a másik kezemmel ennyit csinálok csak, egyszer átveszem itt az ujjamat. Nem tekerem rá a kezemre, itt se tekerem rá a kutyogatóra, abszolút egy ennyit csinálok csak. Kesztyűben rá tudok szorítani, erre is rá tudok szorítani, és kutyogatok. Na most a kutyogatok, látjátok, hogy magánál már az ütésnél is mozog maga a klong teaser. Itt már elve mozgatom. Utána, amikor nem kutyogatok, akkor én meg szoktam így emelni. Párszor fölhúzom, leengedem, megint fölhúzom, megint leengedem. Ha nehogy Isten látom, mert közben nyilván nézem a radart, radaron nyilván nézem a csalimat is, meg a halakat is. Ha látom mondjuk, hogy följebb egy méterrel van hal, akkor felhúzok egy métert, és akkor ott fogom mozgatni majd a harcsának a száj előtt. Aztán leengedem, megint a feneket mindig követem, hogy egy 20-30 szekre legyen fenéktől a csalim, és szépen kutyogatok. Még egyszer mondom, csak is kizárólagosan kesztyűvel. A kapások a következőek. A legjobb kapás, amit legjobban szeretünk, és általában ez a nagy hal, amikor egyet odaüt a kezedre, egy nem biztos, hogy nagyot, egyet odaüt, és szépen utána elkezdi húzni le. Na most olyankor ugye ráfogok kesztyűvel, itt is ráfogtam kesztyűvel, nagyon erősen be tudsz vágni. Belágsz neki, a harcsa megvan. Innestől már a te döntésed, hogy mit csinálsz a fával.
Most a döntés az érdekes dolog, az a lényeg, hogy mekkora a harcsa. Ha a harcsa nagy, 30 pluszos, 40 pluszos, 50 pluszos, nem tudsz foglalkozni az ütővel, akkor én el szoktam dobni az ütőt, a vízben majd meglesz a tisztába, felveszem ott, rácsavarok és még egy erősebb, egy hatalmasat bevágok neki, és onnastól kezdődik a harc a harcsával. Ha nem nagy a hal, köszönöm, ha nem nagy a hal, 5-8-10 kilós a harcsa, akkor szépen van időm arra, hogy bevágok, leteszem a csónak oldalára, ugyanúgy elengedem a zsinót, föltekerem ott, bevágok és fárasztom a harcsát. Amire viszont megkérlek benneteket, hogy figyeljetek oda, ha ezt kipróbáltak, ezt a módszert, ugye a harmadik éve csinálom, és sajnos voltak problémáim. Még egy szállakirágot fogom meg. Ugye, mint láttátok, így kutyogatom. Ez az ászló, itt van mikor csak ennyi, de van mikor nagyon hosszú. Mert hogyha sekélyedik a víz, ugye folyamatosan jön föl 3-4 métert a Tiszának az alja, akkor ez már egy hatalmas, hosszú zsinó lesz. Ezt mindig próbáltuk meg utána tekerni, mert bevágáskor nem kell olyan sokat rátekerni és bevágni. Viszont arra is figyelni kell, hogyha fúj a szél, ezt a zsinort, ami itt van nekem, ne fújja rá magára a botra. Rá szokta fújni, sajnos többször van, hogy áttekeredik. Ha nem figyel rá a horgász, és éppen van egy hatalmas kapása, bevág, vagy letörik a spicce, vagy elmegy a hal, mert el fog szakadni a zsinór. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek oda. Viszont egy nagyon-nagyon eredményes módszer, és amiért nagyon szeretem, hogy kézbe érzem megint a halat. Megint olyan, mint a pergetés, hogy nem leülök, várom majd, mikor húzza, akkor bevágok neki, hanem igazából érzem, a kezembe érzem a halat, van, mikor hatalmasat, hogy olyan is van, mikor hatalmasat őt kiveszi a kezedből, volt, hogy már majdnem kirántotta a vállamat, ezért mondtam, hogy nem szabad rátekerni, ennyit csinálok, itt is megfogom, aztán elengedek rögtön mindent, hogyha baj van, mert a baj az tényleg be szokott következni. Úgyhogy erre figyeljetek oda, meg arra, hogy a zsinort ne tekerje rá a szél a botra. És meg egy újdonságot szeretnék bemutatni, egy új kutyogatót, köszönöm, ami szintén nem új, nagyon-nagyon régi, ősi kutyogató már, de most a Dusek András barátom elkezdte újra gyártani. Mint látjátok, ebben egy lyuk van, egy ilyen kis, nem is tudom, egy kis hüvely, amely, ez a kutyogató most már próbálgatom másfél éve, ez a kutyogató fölhozza a harcsát, ezt nyilván látom a radarról, ahogy ütöm, ugye látjuk, mikor ütjük a vizet, hogy föl kell a harcsa, följön fél métert, métert, stb. De mikor ebben a kutyogatóval ütjük, föl kell a harcsa, hirtelen följön egészen fél vízig, vagy akár víz tetőig. Ez egy érdekes, ilyen csobogós hülye hangja van, már elnézést. Nincs neki az a erős pukkanása, mint a másik kutyogatónak, de valamiért szereti a harcsa, és mint mondottam, ez fölfele hozza a harcsát. Én főleg ezt állóvizekre ajánlanám, ahol nyilván kisebb víz és gyorsabban fel tud szaladni a vízre. Érdekes, próbáljátok majd ki. Nekem nagyon nem tetszett a hangja, meg kellett vele barátkoznom, de most már abszolút szeretem. Sőt, ugye, mint mondottam, ezeknek pattogós hangja van, mint halljátok, de nekem azt mondta egy nagyon-nagyon idős kutyogatómester, hogy néha kell egy rossz ütés. Nem mindig kell, hogy tökéletesen szóljon a kutyogató, néha azt mondta, hogy néha csápolj be egy gyűrűt, csinálj egy, amíg ez pont szól, már most sajnos, de néha csinálj egy olyat, ami nem szól. Ez is kell, nem kell mindig tökéleteseket ütni, és ezt megfigyeljük akkor, mikor például ütök egy rosszat, és nagy Isten, akkor van kapás. Köszönöm, Zoli, végeztem. Nagyon szépen köszönöm. Ilyen gyorsan, így riffrofsz. Tényleg, nem is kérdeztetek semmit? Dehogy nem, csak itt végeztem, köszönöm, megyek össze. Azt szeretném megkérdezni, hogy és milyen lesz a következő kutyogató fa, amit ide hozni fogsz. Mert azt úgy nem feltétlenül gondolom azt, hogy most itt bemutattuk ezt a kettő kutyogatót, vagy kétszer kutyogó valami fát is, akkor most ezt úgy abba hagyod, hogy a kis most csöndbe leszel, mert olyat én még nem láttam. Tehát mesélj arról, hogy akkor és milyen kutyogató fa van, amivel még majd úgy készülgetsz, vagy amit ki akarsz majd próbálni egy pár szóval csak. Tényleg pár szót kapsz csak, mert közben vízre tettünk egy kajakot, ott a hátuljába a medencének. Én favorizálom ezeket az esőlakú ütőket, mint mondottam is neked. Hoztam egy párat ide az Undertime strandra, nem sokat, 6-8 darabot kaptam sajnos a gyártótól. Nekem ezek a kedvenceim, most a Dávid Zoli is elkezdett gyártani ilyet, ezt kaptam személyesen tőle, nagyon szép, ugye? Most kaptam, be is van dedikálva, saját névre szóló fán van.
viszont jönnek az új fák, mindig jönnek új fák, lesznek hatalmas fejűek, lesznek kicsi fejűek, mindig kérdezik tőlem, hogy kis fej vagy nagy fej. Van egy olyan tapasztalat, vagy tapasztalat, egy ilyen hiedelem, hogy mély vízre nagy fej kell, kicsi vízre kis fej kell, nem biztos. Próbálgatni kell, ez pont olyan, van, amikor a kicsi gumihal működik, van, amikor a nagy gumihal működik, van, amikor a fekete, van, amikor a fehér. Abszolút próbálgatni kell. Ha valaki vesz egyszer életében egy kutyogató fát, én azt tanácsolom, hogy ha egyet vesz, akkor inkább nagyobb fejűt vegyen, mert nagy fejjel lehet kicsit ütni, viszont kis fejjel nem lehet nagyot. Úgyhogy ha már egyszer veszek egy ütőt, akkor legyen egy olyan, amivel tudok többféleképpen ütni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Az érdekes bemutatót, és csak jöttek ide vissza emberek, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki kipróbálja azt a módszereket, amiket itt a Gyuri megmutatott, és fognak hal. Amire tényleg ügyeljenek azt, hogy akkor ne tekeredjen fel a kezükre a sidót, mert hogyha elviszik a hal, azt nem fogja visszahozni. Nem én vagyok a hibás. Úgyhogy ebben biztos, hogy nem. Gyurikám, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, én is. És akkor folytatjuk a mai napot. Végre vízre szállunk. Na most a